Nem csak válveregetést kapok, hanem gasztroélményt is a Büki gyógygasztro és bornapok bevezetéseként. Kicsit puskázom. Péter most récementi szarvasbélszint fog készíteni. Egy kis repszeolajjal kezdjük, jó? Ebbe a serpenyőbe egy... Ingen, megdolgoztad? Jó van. Büki dödön lekészül. Burgonya van benne, liszt van benne, és kis pirított hagymával fogjuk. Mert hogy a vathoz abszolút ez illik. Isteni finom, nagyon. Persze a zöldség és a burgonya is helyi. Szarvas is van a vidéken? Szarvas is van itt a környező erdőkben. De ugye tudják, ez Bükk városa egy kával Vas megyében, nem a hegység északon. Na kérem szépen, ez nagyon vastag. Nem? Ez a jó. Tényleg? A szarvasnak nem kell teljesen átsülnie. Mi bepácoltuk a szarvast. Abból készítettünk egy vörösbors mártást. A Büki gyógy és bornapokon a helyi séfek minden titkát ellesi majd a gasztroturista. Egészségesen próbáljuk és a helyi tájjellegű ételeket, nyersanyagokat mutatjuk be. Gyorsan, könnyen, egyszerűen.